Önök a Szeged Televízió véleményműsorát, a Szabad Szájat látják. Ma is három vendég, három témáról, 30 percben, valószínűleg háromféleképp. Köszöntöm mai vendégeinket, dr. Szabó László orvost, a Szegedi Vidélet Alapító elnökét, Kovács Tamást, jogászt, aki a Párbeszéd megyei elnöke. Üdvözlöm a nézőket. Györgyei János, az SBK kutatóbiológus, a harmadik vendégünk. Jó estét kívánok. És akkor most lássuk mai első témánkat. Nem adják a kutatóintézeteiket, határozott hétfőn nagy többséggel, a szavazatok 78%-ával a Magyar Tudományos Akadémia 191. közgyűlése. Döntöttek a kutatóintézetek új irányításával kapcsolatban is, ahol a kormány delegáltjainak csak egyharmados képviseletét támogatták, szemben az Információs és Technológiai Minisztérium javasolta 50%-kal. Ugyanakkor ragaszkodnak a kutatóintézetek eddigi alapfinanszírozásához. A közgyűlés nagy többséggel megszavazta annak kimondását is, hogy elfogadhatatlan annak tartja a kényszerítésnek azokat a módszereit, amelyekkel az ITM, illetve annak vezetője, Palkovics László él. Míg bent sorsdöntő kérdésekről tárgyaltak, addig kint a szakadó eső ellenére is végig kitartottak az Akadémiai Dolgozók Fórum által szervezett demonstrálók, akik az ülésre érkezőknek a Save Our Sciences, azaz Védjék meg a tudományt feliratú szórólapot osztogattak. A hónapok óta tartó küzdelem az MTA és az ITM között úgy tűnik szintet lépett. A közgyűlést követő sajtótájékoztatón, ahol ugyan egymás mellett ült Lovász László akadémiai elnök és Palkovics László miniszter, láthatóan fagyos volt a hangulat. Sőt, a miniszter nem sokkal az ülés előtt jelentette be, hogy ha nem megy másként, akkor júniusban egy törvénymódosítással veszi el az MTA-tól a kutatóintézeteit. Az persze kérdés, hogy a kormánytöbbség valóban meglépje, hogy a tudomány képviselőinek egyértelmű többségével szemben lényegében államosítja a magyar tudomány fő intézményrendszerét. De ennél is fontosabb kérdés, miért van szükség erre a hónapok óta tartó ellenségeskedésre, kinek jó az, ha a kutatók bizonytalannak érzik jövőjüket a hazájukban. Lovász László és az akadémikusok jó része bátor vagy naív? Úgy gondolom, ez egy nagyon jó kérdés. Én inkább gazdasági okokat látok azok az intézkedések mögött, amivel a Magyar Tudományos Akadémiát a kormány megpróbálja bedarálni. Hát az látható, hogy a kohéziós alapok az európai költségvetésben a kutatásfejlesztésre fog irányulni, és miután a jelenlegi rendszerben a kutatók határozhatnák meg a tudományos irányultságot, illetve a pályázatokat maguk írnák, hogy milyen szisztéma szerint kívánják lehívni ezeket a pénzeket, ebbe kíván beleszólni a kormány. Szeretné, hogyha a gazdaságilag teljes egészében uralná ezt a területet is, és ennek egy előzetes szüksége ahhoz, hogy kétharmados többséget tudjon szerezni az intézménnyel szembe, tehát döntési joga legyen az intézménnyel szemben abban a tekintetben, hogy mire hívhatják le ezeket a pénzeket, hogyan használhatják föl, és egyáltalán ki legyen jogosult ezeknek a pénzeknek a lehívására. János, az SBK-ban milyen a hangulat? Meglehetősen rossz. Olyan értelemben, hogy mindenkit zavar. Az, hogy ilyen bizonytalanságban kell dolgoznunk, hogy nem tudjuk, hogy fél év múlva, egy év múlva hová tartozunk, kihez tartozunk, ki akar esetleg beleszólni abba, hogy csinálhatjuk-e azt, amit legjobb tudásunk szerint tudunk csinálni, vagy nem. Egyébként szerintem az akadémikusoknál ez nem bátorság vagy naivitás kérdése, hanem következetesség és gerincesség kérdése. Ha egyszer a kormány el akarja venni erővel, minden racionális érv nélkül az akadémiai intézet hálózatot az akadémiától, akkor mondja ki, kerek perec, vállalja föl, hogy mit akar csinálni, de ne próbálja ilyen zsarolással, kényszerítéssel, időhúzással, kifárasztással rábírni arra az akadémikusokat, hogy adják be a derekukat, hogy legyenek megalkuvók, hogy csináljanak úgy, mintha a tudomány érdekét szolgálná az, amit a kormány erőből keresztül akar. De most ezt lényegében ki is mondták. Ez miért lehet jó ez az új rendszer vajon? Vagy miért erőlteti ennyire a kormány? Miért nem próbál megegyezni a tudós társadalommal? Hát én nem hinném, hogy nem akar megegyezni. Én azt hiszem, hogy tárgyalások folynak, hát ezt láttuk a filmen is, hogy tárgyalások folynak. Palkovics miniszterrel elég intelligensnek tartom ahhoz, hogy valamiféle megegyezésre jutnak. Hát kérdés, hogy mi a mandátuma? Azt látjuk, hogy folynak a tárgyalások, de azt is látjuk, hogy amikor a különböző bizottságok, szakértői grémiumok összeülnek, napokig húzakodva, napokig gondolkozva, tárgyalgatva, kialkusznak valamiféle kompromisszumot, amiről akkor ott a két
tárgyaló fél delegátusa úgy gondolja, hogy akkor most megegyeztek, és erről előállnak valami nyilatkozattal, akkor egy-két-három napon belül A. maga Palkovics miniszter úr, B. valamelyik slamesza küld egy levelet, hogy ja, mégsem így lesz, hanem fölrúgtuk a megállapodást. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a kormány, illetve a miniszter úr a tárgyalásnak, a megegyezésnek csak a látszatát akarja demonstrálni, és nem akar ténylegesen megegyezni, hanem csak arra vár, hogy legyen végre az, amit ők akarnak. Hát vagy lehet, hogy nem ő dönt végül is, vagy kérdés, hogy mennyire szabad a mandátum, mennyire van megkötve a keze. Volt, akik, van, akik azt gondolják, hogy Orbán Viktor van ez egész mögött. Maga a tárgyalásokat biztos, hogy Palkovics László vezeti, ezt láthatjuk a médiából, de az is látható volt, hogy amikor a háromnegyedes szótöbbséggel az akadémia ezt a javaslatot elfogadta, akkor Palkovics László bejelentette, hogy ennek ellenére júniusban a törvényt fog módosítani az országház, és hát láttuk az egyéni képviselői módosító indítványokon, hogy milyen széles fideszes konszenzus tud kiállni mögötte, tehát egyetlen olyan országgyűlési képviselő sincs, aki nemet tudna mondani, akár egyéni képviselői, akár a kormány által beterjesztett törvényjavaslatoknak. Lehet, hogy Palkovics ezt megkapta feladatként a miniszterelnöktől, és ezt teljesítenie kell, különben nem maradhat a posztján. Hát ez valószínűleg látszik, hogy nem saját ötlet alapján cselekszik, de hát, hogy milyen megegyezés, ez egy tárgyalás eredménye. Uh-huh. Na most hát azt mondják, akik közelebb vannak a tűzhöz, hogy a legnagyobb veszély az, hogy a legfiatalabb és a legtehetségesebb kutatók azok elspriccelnek külföldre. Én nem mondanám azt, hogy ez a legnagyobb veszély. Ez az egyik nagyon nagy és hosszú távú veszély. Igazából minden olyan intézkedés, amelyik amortizálja a kutatóintézetekben a morált, a bizalmat abban, hogy végig tudjuk csinálni a kutatási projektjeinket, az mind azt eredményezi, hogy hosszú távon fog padlót fogni a magyar kutatás. Nem arról van szó, hogy holnap vagy holnap után kevesebb cikk fog megjelenni a tudományos folyóiratokban, majd 2, 3, 5 vagy 10 év múlva fog meglátszani, attól függően, hogy mennyire mélyre csúszunk le, mert ilyen hosszú átfutása van annak, amit alapkutatásként művelünk. Tehát, hogyha ma a fiatal és invenciózus kutatókban a felmerülő ötlet az nem arról szól, hogy milyen új tudományos eredményeket lehetne elérni, és milyen úton, módon kísérletezve, hanem a felmerülő ötlet az, hogy hol keressenek egy nyugodt, megbízható laborban helyet maguknak valahol néhány határon nyugatabbra, akkor ez néhány év múlva fog jelentkezni a magyar tudományos teljesítményében. A kormány ezt nem látja, vagy nem érdekli? Vagy hát nem hiszem, hogy ennyire kritikusnak kéne lenni ezzel a kormánnyal, hát ez biztos, hogy van most egy feszültség, tehát azért a kutatók elspriccelése, hogy a szót idézem, ez nem most kezdődött, tehát az Európai Uniós csatlakozással olyan hihetetlen mértékű kivándorlás indult meg, hogy ez a stabilitás már régesség megbillent. A kérdés ebben a vonatkozásban az, hogy a kezdő kutatók itthon fognak-e kezdeni, vagy külföldön, ez természetesen fölmerülni. Nagyon bízom benne, hogy a stabilitása megmarad az alapkutatások. Kétségbe kell vonnom ezt, hogy meg fog maradni. Tény és való, hogy a kutatók, a brain drain, a kutatók kivándorlása, mozgása kifelé, az nem most kezdődött, az már a rendszerváltás előtt is megvolt azzal, hogy emigráltak, diszidáltak az egyes kutatók az akkori szocializmusból. Ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy pár évig a magyar tudomány élén volt egy úgynevezett jó király, Pálinkás József, korábbi akadémia elnök, aki meglehetősen nagy felhatalmazást és viszonylag jelentős szabad kezet kapott jó néhány évre a magyar kutatás irányítására, és tehát kapott pénzt, paripát, posztót, és ennek megfelelően olyan programokat indított el, aminek köszönhető volt az, hogy egy csomó tehetséges hazajött. Tehát a visszafelé áramlás is már megindult. Olyan fiatal kutatók, illetve középkorú tehetséges kutatók jöttek haza, akik nyugaton, Amerikába, nálunk fejlettebb országok laborjaiban, intézeteiben bizonyítottak, és ők itt hoztak létre csoportokat. Igen, ez fog elveszni. Igen, több ilyennel forgattunk. Ezek a lendület kutatók. Több ilyennel forgattunk a mi műsorainkban is, úgyhogy reméljük, hogy ők itthon maradnak, vagy esetleg visszajönnek. Hát akkor ebben most nem tudunk tovább menni, majd meglátjuk, mi lesz a következő lépés, de most lássuk második mai témánkat.
Orbán Viktor szerint a Fidesz végleg szakíthat az Európai Néppárttal. A magyar miniszterelnök a Kleine Zeitung című osztrák lapnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy fennáll az európai keresztény demokratákkal való szakítás kockázata, mert Európában, különösen Németországban baratolódnak. Nem ez az első megnyilvánulása a magyar miniszterelnöknek, ami a szélsőjobb felé tolódást sugallja. Orbán múlt csütörtökön Budapesten fogadta a szélsőjobboldali frakció egyik nagy pártja, az Olasz Liga elnökét, Matteo Salvini olasz belügyminisztert, még röszkére a határkerítés mellé is elvitte. Együtt pózoltak ott, sőt Salvini saját közösségi oldalára is posztolt a határszemléről. Közös sajtótájékoztatójukon pedig a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy jó lenne, ha a néppárt a bevándorló ellenes, tőle jobbra álló pártokkal működne együtt. Néhány napja pedig azt sugallta, hogy a vele szemben álló, jelenleg a néppárt EP listáját vezető Manfred Weber jövője bizonytalan. Nem biztos, hogy reális esélye van az Európai Bizottság elnöki székére. Ez csak pávatánc? Vagy a jelenlegi Fidesz valódi arca? Kire szavaznak valójában azok, akik május 26-án a kormányzópárt listájára adják voksukat? Uraim, férfiak vagyunk, valljuk meg, egy szakítás mindig eléggé megviseli az embert, még akkor is, ha az új partner már ott van a láthatáron. De most Orbán Viktor nem tűnik túl megviseltnek, ő mintha élvezni ezt a helyzetet. Szerintem ezt a pávatáncot igazából nem szívesen járja, tehát ő nem gondolta, hogy elviszi annyira a szélsőségekig az Európai Néppárttal való összekülönbözést, hogy ez majd a szakításukat eredményezi. Különösen azért, mert innentől kezdve, hogy az Európai Néppártból valószínű az a következő parlament megalakulása már nem vehet részt a bizottsági munkákba, nem vehet részt a frakció munkájába, kiszorul azokból az információs körökből, csatornákból, hogy milyen irányt vesznek el ezek a kohéziós alapok, amire vagy milyen irányt vesz az Európai Parlament döntéshozatali mechanizmusa, és innentől kezdve hátrányba kerül a magyarországi politikai érvényesítési lehetőség. Tényleg ki akar farolni Orbán, vagy ki fogják? Én azt hiszem, hogy ez az Európai Uniós választás az alapvetően egy csúszamlást fog okozni, hát megváltozik az Európai Parlamentnek az arculata, és a néppárt maga is meg fog változni. Hát ha a néppárt egy olyan irányba tolódik, amelyik úgymond jobban ellenáll az illegális bevándorlásnak, mert ezért a szót el szokták feletni, hogy illegális. Mm-hmm. Tehát egy legális migráció, amikor a kelet-európai kutató elmegy Nyugat-Európába kutatni. Az, hogy vagy amikor letelepedési kötvényt vásárol valaki Magyarországon. Hát ez Magyarországon egy legális migráció. Nagyon érdekes volt ez a videó, mert itt láttam, hogy a Salvinivel ölelkezett Orbán. Salvini egyébként szélsőséges beállítottságú, de ő abszolút a kvóta párti politikusok között van, tehát ő azt szeretné, hogy az Olaszországba érkező bevándorlókat osszák szét. Tehát, hogyha én most gyakorlatilag azt látjuk, hogy Orbán összeölelkezik azzal, aki szeretné rátestálni a menekülteket Magyarországra. De mondjuk érdekes, hogy olyan szélsőséges politikát folytat, mint mondjuk a francia Le Pen, aki pedig azt szeretné, hogy a kohéziós alapok ne folyjanak Magyarországra, hanem a kétsebességes Európa maradjon, a Franciaországban több pénz maradna, vagy ott van a holland szélsőség, aki azt szeretné, hogy a Magyarországon egyébként Európa munkát vállaló embereket igenis küldjék haza, és a munkavállalás szabad áramlását korlátozzák, ezzel 600 ezer magyar állampolgárnak. Szóval azt arra számít, hogy a néppárt fog jobbra tolódni, vagy hogy ez a radikális jobboldal erősödik meg? Én azt hiszem, hogy nem jobbra fog tolódni, hanem illegális migráció ellenesebb lesz a néppárt. Ez nem jobbra tolódás, ez törvény, illetve jogkövető magatartást. Ami jelenleg Európában zajlik, az nem jogkövető magatartás. Az illegális migráció, ez olyan nagy téma még Európában, hát, mint amekkora nálunk? Hát ha valaki hét hamis útlevéllel átlép egy útlevelet, utána a jogvédő szervezetek ezt az embert vállukra veszik, ez nagyon probléma, ez bűnpártolás. Uh-huh. Ennyi. És az vajon nem bűnpártolás, amikor sok milliárdos államnak okozott kár, és még több milliárdos haveroknak szerzett haszon reményében a kvótában meghatározott, azt hiszem 1300 vagy 1400 emberről volt szó, annál egy nagyságrenddel több letelepedési kötvényest hoznak be az országba, úgy, hogy azok között bizonyítottan köztörvényes, mafiózó, szervezett bűnözésben résztvevő alakok vannak?
Hát ezeket csak azért, ezeket az átlátszó és a más oknyomozó újságírók bizonyították, mert egyébként pontosan az volt a lényege ezeknek a kötvényeknek, ha kifizeti azt a több százezer eurót, azt hiszem ez a személy, akkor ő neki biztonsági átvilágításon át sem kell esnie, úgy jöhet be orosz mafiózó Magyarországra, és ezt támogatta a Rogán Antal féle minisztérium, meg a Fidesz által fölállított kötvénycsoport. Én például ezt nem támogatom, de én nagyon azt hiszem, hogy három közül én vagyok, aki leginkább megtapasztalja. Tapasztaltam a diszkriminációt, 10 évet éltem Angliába, hogy a fehér bevándorlónak minősítve, miközben soha nem kértem semmit Angliától, miközben ott fizettem az adómat. Ezzel szemben én fizettem adót, az a kábítószerkereskedő, karibi gyarmatlakó, vagy pakisztáni bevándorló, aki csak bűnözésből és adócsalásból élt, az pedig élt az adomból vígan, és nagy házakat utaltak ki neki azért, mert neki annyi gyereke, majdnem annyi gyereke van, mint nekem. Na ez a diszkrimináció. Orbán közeledett ugye a szélső jobbhoz Európában, nálunk meg itt van ez a Mi Hazánk mozgalom, aki most megint kitalálta, hogy milyen jó lenne egy kis gárda felvonulás Törökszent Miklóson, mert ott elszemtelenedtek a bizonyos néprétegek. A belpolitikában is lehet, hogy majd közeledik a Fidesz a radikális jobb oldalhoz? Hát itt most én úgy érzem, hogy itt a radikális jobb oldal közeledik a Fideszhez, akkor nem? Tehát, Kérdés, hogy a Fidesz mennyire tekintjük radikálisnak? Ez egy másik kérdés lehetne. Teljesen mindegy, hogy melyik közeledik melyikhez, itt az egész arról szól, hogy az Európai Uniónak a rendszerét próbálják lazítani, megbontani, szétverni. Tehát amikor, ahogy Tamás is mondta, a legkülönbözőbb álláspontokat képviselő szélsőséges pártok vannak ezek között a szélső jobboldali pártok között, abból nyilvánvaló, hogy ezek a társaságok, ezek a pártok egy dologban értenek egyet, hogy bele kell csapni az akármit az akárminek a közepébe, hogy összetörjék az Európai Uniónak az egységesülés felé vezető, hogy mondjam, erősödését, szövedékét, és rángassák szét az unió darabjaira, hogy abból utána, mint a koncon marakodó hiénák valami hasznot tudjanak húzni. Bocsánat, az illegális bevándorlásnál nagyobb szétfeszítő ereje nincs Európának, pont. Na most ugye azt hangoztatja a Fidesz, hogy a szociáldemokraták, vagy a szocialisták azok legalizálni akarnak az illegális bevándorlást, le akarják bontani a kerítést, és a többi, és a többi. Így van ez? Én ezt a kerítés lebontást én abszolút nem is értem, tehát senki nem kérte, hogy építsék föl. Ehhez képest Orbán Viktor most ennek a költségeit próbálja rátestelni az Európai Unióra, senkivel nem egyeztetett, ahhoz képest, hogy aláírta Magyarország is azokat az alapszerződéseket, amiben vállalta, hogy európai szintű olyan együttműködésbe vesz részt, ami a kül- és biztonságpolitikát a többi tagállammal egyezteti. Való igaz, hogy ezek az egyeztetések nem kezdődtek meg idejében. Jelenleg is ugye ott tart, hogy a különböző szélsőséges beállítottságú pártok próbálnak a zavarosban halászni, de ez nem jelenti azt, hogy Magyarországnak el lehetne foglalni azt a legszélsőségesebb álláspontot, amiből gyakorlatilag kimozdíthatatlan már évek óta. Tehát igenis azóta eltelt idő már elégnek kellett volna lennie ahhoz, hogy Magyarország lejön, és akkor kulturáltan megbeszélje a többi tagállammal, hogy mi legyen ennek a helyzetnek a kezelése. Mert az kötelességünk. Igen. Tehát hogy őrült tömegek vonulnak az autópályán, és senki nem kéri tőlük a személyigazolványokat, ez döbbenetes. Tehát ez már lezárult. Mikor láttunk utoljára ilyet? Igen, nem is ez a kerítés előtt. De én azt kérdeztem, hogy... És akkor a kormány terelgette. Igaz-e a jobb oldalnak az a kritikája, hogy a szociáldemokraták be akarják tömegesen hozni a menekülteket? Mert én ilyen nyilatkozatokat nem láttam tőlük. Nem is tudom, hogy honnan kellene. Ez politikai gumicsontnak és vádnak nagyon jó, másnak nem. Nem kell behozni őket, jönnek azok maguktól. De hol? Én csak az M1-en látom, hogy jönnék. Még a 888-on. Én meg azt tudom mondani, hogy Birminghamben több a bevándorló, mint az angol. Ez egy 10 milliós város. Persze Németországban is nagyon sok a török állampolgár, de az nem 2018-ban jött be, nem az az alapvető probléma a migráció. És nem illegális helyetek, hanem már második egy generációs. Bejön, és akkor rögtön jön 200 másik. Hát bármi is lesz a következő uniós vezetésnek azért ez egy nagy feladata lesz, hogy mit kezd a már itt lévő migránsokkal. Hát Istennek most egyre nem nagyon jönnek. De jön mostani harmadik témánk.
két hét van az európai parlamenti választásokig, a kampány szempontjából ez a legértékesebb időszak. Az üzenetek közvetítése, a saját tábor szavazási hajlandóságának növelése, a bizonytalanok megszólítása a fő feladat. Na de ezt hol lehet megtenni? A 2013-as választási törvény 145. paragrafusa szerint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlés tartani tilos. A Szegedma Klub az Európai Parlamenti Választások Tétje címmel szervezett kampányeseményt Szijjártó Péter külügyminiszter részvételével a szegedi kormányhivatalba, ahol Szijjártó fel is mondta a leckét. Május 26-án arról döntünk, bevándorláspárti vagy bevándorlás ellenes erők kerüljenek-e többségbe az Európai Parlamentben. A Momentum mozgalom helyi csoportja feljelentést tett az ügyben, de persze ezzel az eseményt már nem lehet semmisé tenni. A másik visszatérő probléma a felsőoktatási intézmények, tanintézetek és kampányszervezők meccéspontjai. Egy konferenciának álcázott eseményt elbír-e még az intézmény politikai semlegessége, vagy kinek a felelőssége, ha ilyen rendezvényre mégis sor kerül. Szijjártó Péter kormányhivatalbeli fellépése nem hívtak meg bennünket, azért nem tudtunk róla képet adni. Önök szerint hol lehetne tartani kampányrendezvényeket, és honnan kéne mondjuk kitiltani őket? Szijjártó Péter nyugodtan kiállhatna a Dugonics térre vagy a Széchenyi térre, szervezhetnének oda kampányeseményt, aztán majd meglátjuk, hogy mekkora tömeg és hogyan hallgatná meg. Az meg hogy mi lenne a reakció? Így van. De az, hogy egy kormányhivatalba csináljon ilyet, az a létező legdurvább kettős mérce, hogy egészen másképp viszonyulnak az ellenfeleikhez, és azoknak az utolsó pisszenésére is acsarkodnak és felháborodva hörögnek, miközben maguk szemrebben és nélkül tiporják lábbal a saját szabályaikat. Hát igen, gyakorlatilag annyi a támogatottsága a Fidesznek, hogy most már beengedő kapuk mögött, zárt ajtók mögött, a saját kormányhivatali dolgozóik előtt kell olyan kampányrendezvénynek látszó politikai előadásokat tartani, ahol olyan vágóképeket tudnak felvenni, mintha hatalmas érdeklődés lenne Szijjártónak a politikai nyilatkozataira. Hát azért a Fidesznek elég magas a támogatottsága, 50% fölé méri mindegyik közülmény kutatóintézet. Hát én kettőt tudok erre mondani. Egyrészt az, hogy szerintem ez egy viszonylagos műbalhé, ugyanis digitális. Digitális csatornákon fogják az igazi csatákat megvívni a kampányban, és most is ott vívják. Tehát nem egy ilyen kampányrendezvénnyel, hogy most 50-en mentek el, vagy 500-en, ez szinte jelentéktelen. A másik viszont az nem kívánom egyikünknek se, hogy no-go-zónák legyenek Szegeden. Olyan no-go-zónák, amelyek már 15 éve is voltak Angliában, ahova ügyeletes orvosként eleve közölték megérkezésünk, hogy ide nem megyünk ki. Mert nem biztonságos. De vannak no-go-zónák, ahol a politikusok nem akarnak csinálni, úgy látszik. Úgy látszik, a Dugonics térre, vagy igen. A Klauzál térre zavarja. Nem csak az a veszély, hogy hányan jönnek el, hanem hogy akik eljönnek, azok elmondják, hogy mit gondolnak. Egyébként a doktorúrral egyetértek abban, hogy valóban a digitális médiában, a különböző közösségi fórumokon ott sokkal jelentősebb kampánytevékenységet lehet folytatni. Pontosan ezért nem értem, és pontosan ezért teljesen értelmetlen erődemonstráció az, amit Szijjártó ezzel művelt, hogy a saját szabályaik bemutatta azt, hogy a saját szabályaikat nekik szabad lábbal tiporni jogkövetkezmények nélkül. Erről szólt az egész. Én azért vitatkoznék a doktorral, mert valóban jelentős az aktivitás az online térbe, de elég nagy a kampány, a személyes jelenlét is, tehát sok politikus jön, tegnap itt volt Jávor Benedek, előtte Dobrev Klára, egy csomóan jöttek, és a rendezvényekre sokan kíváncsiak, tehát az is, hogy még mindig a személyes találkozó elég hatékony. Hát igen, azok a pártok, akik egyébként megengedhetik maguknak, hogy az emberek között legyenek és ott politizáljanak aktívan, azok nyilván az emberekkel szeretnek találkozni, velük vitatkozni, megbeszélni, kérdéseket meghallgatni, és aztán arra reflektálni. A Fidesz az egy teljesen másfajta kampányt folytat, tehát ő egy elszigetelődő, egyébként a Kesmának, tehát ebből a 400-as média holdingból folyamatosan a propagandát, egyirányú kommunikációt próbál folytatni, és való igaz, hogy a Kubatov listából, akár telefonos megkereséssel, akár személyes felkereséssel, aláírásgyűjtéssel próbálja mozgósítani a saját táborát. Volt egyszer egy olyan mondás, hát ez valószínűleg ma már nem igaz, hogy az amerikai választásokon, hogy ahány készfogás, annyi szavazat. Én azt hiszem, hogy olyan szinten átalakult ma már a választási rendszer, illetve a választói gondolkodás, hogy nem nyílt rendezvényekkel lehet nyerni választást. Na most, ha viszont már rendezvények, lesz egy másik rendezvény a migrációról, ahova a Fidesz a
összes ilyen nagy ágyúját szinte fölvonultatja, Nógrádi György, Georg Spötle, aztán Bájer Zsolt, és a többi, és a többi, és a Gál Ferenc főiskolán lesz, és állítólag a rektor is fel fog szólalni. Ez való oda? Biztos nem lehet majd szabadon kérdéseket intézni, szerintem be se juthatnánk, hogyha mi szeretnénk oda eljutni. Majd biztos valamilyen korszalaggal lehet. Nem, majd. Nem. Be lehet menni? Hogy szerintem, hogy ne lehet. Bekísér majd engem? Miért kell? Én nagyon szívesen. De jó helyen van ez az egyetemen? Hogy nem mondjam, vallási irányultságokkal? Ha a katolikus egyetem fölvállalja a kormány támogatását, akkor ott lesz a rendezvény. Hát ezzel mi a gond? Tehát a katolikus egyetem fölvállalhatja, a tudományegyetemen viszont ilyet nem szabad csinálni? Hát én, bocsánat, azért ez egy keresztény kormány, és vannak Magyarországon erős antikeresztény erők, tehát azért azt hiszem... És Bájer Zsolt egy ismert keresztény politikus. Itt most stílusában kevés. És akkor most a parancsolatokat ne vizslassuk, hogy azokból miket tart meg és hogyan. De egyáltalán én azt gondolom, hogy a Szegedi Egyetem reputációjának nagyon-nagyon rosszat tesz az, hogyha az egyetem rektora bármiféle fórumon együtt mutatkozik meg egy ilyen Bájer Zsótival. Szóval azért, amit Eszterházi Péter mondott, hogy bizonyos szint fölött nem megyünk bizonyos szint alá. És talán ne csak Bájer Zsoltot mondjuk, az egyetem rektorának valamennyire politika semlegesnek kell lenni, tehát egy kifejezett politikai rendezvényen nem biztos, hogy fel kéne szólalni, tekintve, hogy nem is tartozik a szoros szakterületéhez, mert egy fülorgégész. De ez tény, hogy a rektor szólni fog? Hát benne van a programban. A meghirdetett programban ott van. Ő tartja a záró előadást, vagy záró beszédet. Játszik vasárnap Törőcsik? Hát azt nem tudom, mondja az edző, de benne van a csapatban. Ugye van, ez régi vicc. Szóval a politika ebben azért nem volt sohasem túlgátlás. Az első gyanús jel az volt, amikor az iskolákban tartottak mindenféle rendezvényeket, és a szórólapokat tartottak. Az se volt túl gazd. Hát igen, most éppen a Naszai Márta első kerületi polgármester jelölt, tehát támadta meg a Puzsér azzal, hogy nem tudom, egy agresszív és különböző jelzőket, egyébként fölaggató, de konkrétumot nem tartalmazó szórólapot osztogatott a Mártának a gyermekének az iskolája előtt is. Szerencsétlen kisrác a kezébe fogta ezt a szórólapot, és elolvasta, hogy úristen, anyukámról van szó, majd utána hazavitte, és megmutatta, hogy lásd, hogy mit szólnak rólad. És ez egészen elképesztő, ahogy mondta a Györgyei János is, hogy egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá. Tehát nem értem, hogy miért kell ahelyett, hogy kultúrált beszélgetések, vitán keresztül folynának a kampányok, ilyen üzengetésben, lejáratásban próbálják az ellenzéket megsemmisíteni. Bocsánat, és volt már SZDSZ-es rektor, aki SZDSZ-es kampánygyűlésen részt vett az egyetemen, az auditorium maximumban. Tehát azért azt kell mondjam, hogy lehet, hogy nem szerencsés, de azért nem példanélküli. Uh-huh. Még ha nem is szerencsés. De hogyha az a példa nem követendő példa volt, akkor talán nem kéne ezt a példát a mostani rektornak követnie. Lehetne esetleg jobb, mint az a hajdani SZDSZ-es rektor volt. Szóval azért én azt gondolom, hogy itt megint csak elsősorban erődemonstrációról van szó. Arról van szó, hogy ezekkel a kampánytilalmakat megsértő húzásokkal megint csak azt akarja demonstrálni a Fidesz, a hatalom, hogy ő megteheti, büntetlenül megteheti, tehát jobb, hogyha nem ellenkeznek vele az emberek, jobb, hogyha beállnak szélirányba, jobb, hogyha tudomásul veszik, hogy létezik az az alternatív valóság, amit a kormány próbál eléjük tárni. Önök szerint a választópolgárok tisztában vannak, hogy május 26-ának mi a tétje, és hogy elmenjenek és kire szavazzanak? Én egészen biztos vagyok benne, hogy nem. Én elvinném őket a no-go zónákba, és akkor majd tisztában lesznek vele. Olyan zónákba, ahol 2 percig nem mernek sétálni, mert az életük lesz veszélyben. És hogyha elvinnénk őket, mondjuk, na jó, mindegy, nekem is lennének ötleteim, igen. Talán tudnák. Hát nem tudom, hogyha a Magyar Egyet nézem, és hogyha abból indulok ki, hogy 5 percet kaptak az ellenzéki pártok azzal a sok száz órás folyamatos propagandával szembe, akkor hogyha abból kellene megtudni, hogy mi a tétje május 26-ának, akkor nagyon egyoldalú lenne ez a kommunikáció. Én azt látom egyébként, hogy a Fideszre adott szavazatok teljesen elvesztegedett szavazatok, tekintettel arra, hogy az Európai Néppárt már gyakorlatilag a szőnyeg szélére állította, és onnan már csak éppen ki kell lüknie. A szélsőségekkel való kapcsolattartás az meg, ahogy már szó esett róla, teljesen ellehetetleníteni Magyarországot külpolitikailag. Tudják a tétet az emberek, a választópolgárok? Nem nagyon tudják a tétet, és sajnos a kormány propaganda erre még rátesz egy lapáttal, mert egy álságos, valótlan tétet
ezt próbálja az emberek elé tárni, hogy az a kérdés, hogy most akkor bevándorláspárti vagy nem bevándorláspárti lesz az Európai Parlament. Nem ez a tét. Az a tét, hogy szélsőséges, széthúzó elemek erősödnek meg az Európai Parlamentbe, vagy pedig azok a konszolidált pártcsoportok erősödnek meg, amelyek képesek lehetnek arra, hogy egyébként erre a reformra és megújításra szoruló Európai Uniót meg tudják újítani és meg tudják erősíteni. Na már csak tizenvalahányat kell aludni, és akkor megtudjuk, és majd utána azt is megvitatjuk nyilván ebben a műsorban. Köszönjük, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük szépen. Önök a Szabad Szájat, a Szeged Televízió véleményműsorát látták. Új adással két hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra.